Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Július 9-e kedd van, ezek a Győr Plusz Televízió legfrissebb hírei. Már teljes a foglalkoztatás a magyar gazdaságban. A munkanélküliség régóta alacsony, a foglalkoztatás kedvező, de kevés a lehetőség a munkaerőpiaci helyzet tovább javítására. Sok cég alkalmaz nyáron diákmunkásokat, főleg árufeltöltőkre, pénztárosokra és betanított munkásokra van szükség. Az iskolások havonta akár 160 ezer forintot is megkereshetnek. Idén már a 15. győri Rotary Fröccs napokat rendezik meg a városban. Július 26-a és 28-a között a Fröccs, a zene és a jótékonyság kapja a főszerepet a Széchenyi téren. Elemzők szerint lényegében a teljes foglalkoztatásnál tart a magyar gazdaság. Régóta alacsony a munkanélküliség, miközben a foglalkoztatási mutató rendkívül kedvező. Szakemberek szerint a hazai munkanélküliség valószínűleg elérte a mélypontját, a foglalkoztatás tovább javítására már csak kevés lehetőség maradt. A KSH legfrissebb adatai szerint Magyarországon 4,5 milliónál is többen dolgoznak, miközben 3,4% volt a munkanélküliség iránta. A feszes munkaerőpiac a jövőben is béremeléseket hozhat, ami segítheti a gazdaság további növekedését. Sokan kapták fel a fejüket az elmúlt hónapokban Európa szerte a magyar foglalkoztatási adatok láttán. Néhány éve még elképzelhetetlennek tűnt a kormányzat terve, miszerint szeretnék elérni a teljes foglalkoztatottság állapotát. Márpedig ez mostanra az elemzők szerint is lényegében sikerült. Szakemberek szerint régóta nagyon alacsony a munkanélküliségi ráta, a foglalkoztatási mutató pedig kedvező. Ezek együttesen azt eredményezik, hogy teljes a foglalkoztatás idehaza. Nézzük a legfrissebb adatokat, amik önmagukért beszélnek. A KSH legutóbbi számai szerint több mint 4,5 millióan dolgoznak Magyarországon, ami egy év alatt 43 ezerrel nőtt. Közben a munkanélküliségi ráta mindössze 3,4%, az állás nélkül lévők mennyisége 10 ezerrel csökkent egy év alatt. Ez utóbbi adat az Unióban a negyedik legjobb, csak Csehország, Németország és Málta van előttünk a képzeletbeli rangsorban. Persze az hozzátartozik az igazsághoz, hogy az országon belül még mindig nagyok a különbségek, míg Győr-Moson-Sopronban 2% alatti a ráta, addig például Nógrádban 8% fölött van. Gazdasági elemzők szerint sokkal már nem csökkenthető a munkanélküliség idehaza, mert jelentősen leszűkült a munkába bevonhatók köre. Ugyanakkor a távmunka és a részmunkaidős foglalkoztatás még nincs optimális szinten. Ezeken a területeken van még tartalék a magyar munkaerőpiacon. Ha ezen sikerül változtatni, akár a 3% alatti munkanélküliségi ráta elérése sem elképzelhetetlen a 2020-as években. Egyre több cég alkalmaz nyáron diákokat. A munkaerő közvetítő cégeknél nagy a kínálat. Leginkább árufeltöltőkre, pénztárosokra, gyári betanított munkásokra van szükség. Általában bruttó 1100 és 1600 forint közötti órabérért dolgozhatnak a diákok, akik így egy hónapban akár 160 ezer forintot is megkereshetnek. A tanulók 15 év felett vállalhatnak nyári munkát, amihez 18 év alatt szülői hozzájárulás is szükséges. Ezen a plakáton az Aranypart egyre kerestek standőrt, de ez csak egy a sok közül. Diákmunkából idén bőséges a kínálat. Gyakorlatilag az a jellemző, hogy nagyon sok cég érdeklődik a diákmunkaszolgáltatásunk iránt. Gyakorlatilag a diákok is ugye nyáron szeretnének legfőképpen dolgozni, sokfajta lehetőség közül tudnak választani. Keresünk árufeltöltőket, pénztárosokat, nyomdai feladatokra keresünk 18 éven felüli fiúkat, vannak betanított munkáink gyárakba, 1-2-3 műszakba, összeszerelési feladatok, adminisztratív munkák, hostess munkák, úgyhogy úgy gondolom, aki dolgozni szeretne, az biztos, hogy talál megfelelő munkát magának a nyári szünet. A cégek vállalkozások számára a munkaerőhiány miatt rugalmas megoldás a diákok alkalmazása, ezért nincs is megállás ennél a közvetítő irodánál. Egymás után futnak be az ajánlatok, amelyekre megpróbálnak minél gyorsabban megfelelő embert találni.
Az a jellemző, hogy nagyon sok cég érdeklődik a diákmunkaszolgáltatásunk iránt. Gyakorlatilag a diákok is ugye nyáron szeretnének legfőképpen dolgozni, sokfajta lehetőség közül tudnak választani. Keresünk árufeltöltőket, pénztárosokat, nyomdai feladatokra keresünk 18 éven felüli fiúkat, vannak betanított munkáink gyárakba, 1-2-3 műszakba, összeszerelési feladatok, adminisztratív munkák, hostess munkák, úgyhogy úgy gondolom, aki dolgozni szeretne, az biztos, hogy talál megfelelő munkát magának a nyári szünetre. Tehát még most sem csúsztak le a vakációzó fiatalok a nyári munkáról, ráadásul jó hír, hogy a bérek is emelkedtek, így egy fesztivál vagy nyaralás költségeit könnyen meg lehet keresni. Azt tapasztaljuk, hogy nyári időszakban inkább a középiskolások vállalnak munkákat, és olyan feladatokat szeretnének, amik elsősorban délelőtti munkák, minél rövidebb időintervallumban és minél több pénzt kereshessenek azzal a feladattal. Általában ilyen 4-5 hetes időintervallumokban gondolkoznak, és aki még idáig nem dolgozott a nyáron, annak javaslom, hogy keresse meg az irodánkat, ugyanis akik elkezdtek dolgozni rögtön a szünet elején, azok most fog letelni ez a 4-5 hetes időintervallum, úgyhogy várhatólag jövő héttől szabadulnak is felhelyeink, a menőbb munkáinkon. A tanulók 15 év felett vállalhatnak nyári munkát, amihez 18 év alatt szülői hozzájárulás is szükséges. Idén már a 15. győri Rotary Fröccs napokat rendezik meg a városban. Július 26-a és 28-a között újra a fröccs, a zene és a jótékonyság veszi át a főszerepet a Széchenyi téren. 12 faházban árulják majd a szénsavas nedűt, lesz fröccs terasz, és a zenekedvelőknek sem kell csalódniuk, hiszen két színpadon változatos kínálattal készülnek a szervezők. A fröccs eladásából befolyt összeget idén is karitatív jellegű programokra fordítják a rotarisok. Már a 15. Rotary Fröccs napokat rendezik Győrben, hirdeti a programfüzet. A rendezvénnyel kapcsolatban egy sajtótájékoztatót is rendeztek kedden. A július 26-a és 28-a közötti hétvége sem lesz tehát fesztiválmentes a városban. Minden hétre jut valami program, hangzott el az eseményen. Győrben mi számtalan kikapcsolódási lehetőséget biztosítunk, hiszen most már túlestünk a nyár elejé programokon, nyárnyitó fesztivál, Ártpiknik fesztivál, most volt a Györkölc fesztivál, nyáresti koncert is volt, és hát természetesen sportrendezvényekből is rengeteg volt, hiszen junior torna VB most a kézilabda ifjúsági ebből lesz, és számtalan program a minden hétvégén Győrben, de a győriek ezt szeretik, most már azt mondom, el is várják, hogy ennyi program legyen, úgyhogy a fröccs napok után is folytatódik majd a győri aktív nyári élet itt a hétköznapokon is, akár vagy hétvégeken is, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Komoly hagyományai vannak a rendezvénynek, melyre idén a saját bor is készült, ebből lesz majd a frissítő fröccs. Ennek alapanyagait stílszerűen a sajtótájékoztatón be is mutatták. Úgy gondoltuk a klubba, hogy próbálunk a gyökerekhez visszatérni, nem csak más borát, hanem a tagok, akik ebben affinak, akkor próbáljanak a bort is valamilyen szinten megtermelni, idehozni és a saját borunkat árulni a fröccs fesztiválon résztvevők közül, úgyhogy most ott ilyen állapotban ez a borászat, hogy tudott ide már ízlelhető finom bort letenni az asztalra, amiből természetesen mind alapanyag szódával elegyítve készül a fröccs. Azért is különleges rendezvény a fröccs napok, hiszen a fröccs eladásából származó bevételt karitatív célokra ajánlják fel, emellett pedig a Kazinczy Ferencről elnevezett Szép Magyar Beszéd versenyt is támogatják. Itt van ez a verseny, most már 55. éve lesz Győrvárosában, amelyet a mi iskolánk rendez, többek között Győrvárosával és a minisztériummal együtt, és egy komoly Kárpát-medencei verseny lett, amely ezen a területen tényleg az egyik legkiemelkedőbb nyelvvédő, nyelvművelő, identitásvédő tanulmányi verseny és mozgalom is. Úgyhogy azt hiszem, hogy egy nagyon szép dolog az, hogy a Rotary Klub ezt kitalálta. Idén 12 faházban kínálják majd a fröccsöt, 8 Rotary Klub, 2 Borlovagrend és a Four Rivers Chapters Klub osztoznak a helyeken. Ismét lesz fröccs terasz és további újdonságokkal is készülnek a szervezők.
Idejében készültünk egy kezeslábas játszótérrel, ami tulajdonképpen egy labirintus játék, három ember játszhatja ezt egyszerre, és nagy együttműködést és kooperációt igényel. De természetesen gondoltunk azokra a fiatal felnőttekre és kicsikre is, akik szeretik a játék örömét, így a Sas és Kos vezetésével, játékmesterek vezetésével lehetőséget biztosítunk arra, hogy ők is játszanak. Idén a három nap zenei kulturális csemegékkel is bővelkedik, most többféle műfajban hívtuk az előadókat, lesz swing, jazz, latinos zene, rock and roll is, úgyhogy bízunk benne, hogy minél többen kilátogatnak erre a karitatív rendezvényre. A három nap alatt többek között olyan zenekarok és előadók lépnek fel, mint a Friends Big Band, Mujahid Zoltán vagy Farusi Marian. A szervezők munkáját a Rotaract fiatal tagjai is segítik. Évek óta szomorú tapasztalat, hogy sokkal több a közlekedési baleset nyáron, mint az év más időszakában. Erre hívja fel a figyelmet a rendőrség, és erre figyelmeztet híradónk állandó közlekedési szakértője is. Tavaly összesen 16 ezer közlekedési baleset történt Magyarországon, ezekben 22 ezeren sérültek meg, 629 ember pedig életét vesztette az utakon. A baleseteket legtöbbször az okozta, hogy nem tartották be a követési távolságot, túl gyorsan hajtottak, vagy nem adták meg az elsőbséget. Súlyos baleset történt Győr közelében még néhány évvel ezelőtt. A sérülteket a katasztrófa védelmi szakembereknek kellett kivágniuk az autóból. Szomorú és egyben megdöbbentő statisztikákat közölt a rendőrség a napokban. Ezek szerint tavaly összesen 16 ezer közúti baleset történt Magyarországon. Ezekben 22 ezeren sérültek meg, 629 ember pedig életét veszítette az ütközésekben. A nyár pedig különösen veszélyes időszak, ilyenkor még több a közlekedési baleset, aminek több oka is van. Híradónk állandó szakértője néhány jó tanáccsal segítette az autósokat. Távolságfüggően induljunk el 5 perc, 10 perc, fél órával előbb. Növeljük a követési távolságot, ha lehet, figyeljünk oda, tehát pihenten induljunk el, ne este éjfélkor induljunk el különböző kifogásokkal és alvatlanul. Sajnos számtalan tragédia tudnánk erre mindegyikünk említeni. Ezen kívül megfelelő hűtött víz, hideg víz, a klíma legyen feltöltve, üzemanyag legyen általában tele, az tankkal induljunk, gyakori az útépítés, gyakori az egyéb baleset, van amikor 5-20 percet, de van 1-2 órát is állnunk kell. Pihenjünk, amin fáradtságot érzünk, az első pihenőnél álljunk meg 5-10 percre, sokat segít. Nyáron az iskolai szünet miatt némileg átalakul a napi forgalmi rutin, reggelente kicsit kisebb a forgalom, például a Győrbe bevezető utakon is. Igaz, az ingázók ilyenkor is többnyire autóval járnak be munkahelyükre. A szabadságolások miatt azonban nincs kevesebb jármű az utakon, sőt, bizonyos útvonalakon még jobban megélénkül a forgalom, a hőségben pedig türelmetlenebbek a sofőrök. A nyári balesetek többségét a követési távolság be nem tartása, a gyorshajtás vagy az elsőbség meg nem adása okozza. Ezekre ezekben a hónapokban még inkább érdemes odafigyelni, hogy mindenki biztonságban hazaérjen a nap végén. A statisztikák szerint a legtöbb veszély a nyári hónapokban. Az erős kánikulában, főleg a vízpartokon leselkedik ránk. Ilyenkor kicsit felelőtlenebbek vagyunk, próbáljuk élvezni a napsugarakat, de a relaxálás közben nem árt, ha oda is figyelünk egymásra, és felismerünk egy esetleges vészhelyzetet. Híradónk stábja annak járt utána, mit tegyünk akkor, ha már megtörtént a baj. Legyen szó fuldoklásról, vagy a keringés leállásáról. A figyelmeztetések ellenére minden évben történnek vízi balesetek. A filmekben látottak alapján sokan arra számítanak, hogy a bajba jutott csapkod, kiabál, majd egyszer csak elsüllyed, pedig amikor valaki fuldoklik, a tudatos döntések helyét az ösztönös reakciók veszik át. Így egyáltalán nem biztos, hogy az áldozat egyáltalán tud jelzést adni. De mégis mit tehetünk akkor, ha ezt észrevesszük? Amennyiben a vízben észlelünk problémát, tehát a vízben van valaki rosszul, vagy a vízben kiált segítségért, felelőtlenül ne ugorjunk utána, főleg akkor, ha mi sem tudunk úgy úszni, ugyanis vízből menteni embert csak az álljon neki, aki nagyon jól tud úszni, nagyon jól tud víz alatt úszni, és érzelmileg is fel van készülve arra,
hogy tudja a vízben lévő sebesültet kezelni. Különben könnyű esetben nem egy áldozatról, hanem kettőről fogunk beszélni. Ebben az esetben szakemberre bízzuk a mentést, egyet tudunk tenni, követjük az eseményeket a partról, hogy a lehető legpontosabban meg tudjuk határozni a baleset helyszínét, és hol láttuk utoljára az áldozatot. A szakember szerint már az ilyet tekintetű ember is figyelmet érdemel, hiszen pánikba eshet, ami fuldokláshoz vezethet. Nem csak a vízben, de a parton is történhetnek balesetek, ekkor pedig fontos észben tartanunk, a kezünk életet menthet. Abban az esetben, hogyha a víz parton történik keringés megállás, vagy a keringésre gálásra utaló gyanú, ebben az esetben bátran álljunk neki az újraélesztési tevékenységnek. Ennek nagyon egyszerű oka van, ugyanis, hogyha valakinek nincs szüksége arra, hogy a mellkasán dolgozzanak, tehát a mellkasát lenyomják, az nem fogja eltűrni. Aki viszont eltűri, annak meg szüksége lesz rá. Ebben az esetben is mindenképpen értesítjük a szakembereket, értesítjük a 112-t, tehát segítséget hívunk magunknak a vízparton lévő első segélynyújtót, oda hívjuk a baleset helyszíne, de minél előbb kezdjük el a sérült ellátását. Fontos tudatában lenni annak is, hogy más módszert kell alkalmazni gyermek, illetve felnőtt ember ellátásánál. Hátrahajtom a fejét, csak annyi levegőt fújok bele, hogy egy picit megemelkedjen a mellkasa, gyermekbe többet nem szabad. Jó? 5-5 egymás után. Ha az 5 befúvás megvolt, akkor a két mellbimbót összekötő vonalba a szedcsontra helyezem csak kizárólag a kéztőt, derékszögűbe helyezkedek a gyermek fölé, és a mellkas egyharmadáig fogom benyomni. Jó, itt nincs centiméter, mert gyereknél ugye mindegyiknek más szélességű a mellkasa, tehát a mellkas egyharmadáig, és 30 mellkas kompressziót végzek. Az alapvető különbség a keringés és légzés megállás kialakulásának okában rejlik, míg a csecsemőknél és a gyermekeknél a háttérben többnyire légúti probléma, oxigén hiány áll, addig a felnőtteknél a hirtelen halál általában szív eredetű. Letértelünk válmagasságba, felnőttnél a két vállát megragadjuk, két vállánál fogva megrázzuk és szólongatjuk közbe, hogy segíthetünk-e, amennyiben erre nem reagált, hátra szegjük a fejét, homlokánál és az állánál megemelve, közel hajolunk hozzá, és szintén 10 másodpercig vizsgáljuk, és ez alatt 5-től le is 2 légvételt várunk, 2 tisztát. Ha nem vesz levegőt, akkor haladéktalanul megkezdjük az újraélesztést. Ebben az esetben, ha nem reagál, már közben kérünk segítséget, aki hívja nekünk a 112-t, csak annyit kell mondani a segítségnek, hogy hívja megkezdett újraélesztéshez. Abban az esetben, ha nem vagyunk tisztában az első segélynyújtás szabályaival, a mentőegység értesítésekor kapott instrukciók alapján sikeres újraélesztést hajthatunk végre, viszont az újraélesztés egy néhány órás tanfolyam keretében könnyen el is sajátítható. Véradó vakáció. Ezzel a címmel szervezett idén kampányt a Magyar Vöröskereszt. A nyári hónapokban a vérkészlet fenntartása évről évre kiemelt feladatot jelent a nagy meleg, a szabadságolások és a nyaralások miatt. Ezért is van szükség olyan szervezetek, egyesületek, cégek segítségére, akik amellett, hogy vért adnak, több embert is meg tudnak szólítani, hogy álljanak a jó ügy mellé. Pénteken a Kátler Fitness Győr munkatársai és az ott sportolók látogattak a vérellátóközpontba. A nyári hónapokban harmadával esik vissza a véradók száma, de a megfelelő mennyiségű vérkészletre az év minden szakában szükség van. Júliusban kezdődött és egészen augusztus végéig tart a Magyar Vöröskereszt országos véradó vakáció nevet viselő kampánya, melynek keretében a megyei szervezet minden héten más és más sportegyesület támogatásával hívja fel a figyelmet az életmentő önkéntesség fontosságára. Harmadik éve, hogy nyáron különböző akciókkal próbáljuk meg segíteni azt, hogy a biztonságos betegellátás érdekében meglegyen az a
Vöröskereszt által országosan napi 1800 véradó. Győrben ezek a kampányok, ezek a július-augusztusi hónapokban indultak és indulnak. Jelen esetben a sportolókat szólítottuk meg, és a sportolókat pedig a Kátler Sportegyesület jóvoltából sikerült megszólítani és bemondani hétről hétre más sportegyesület tagjai, hozzátartozói, rajongói jönnek és adnak vért itt a véradó állomáson. Győr egyik legnépszerűbb edzőterme már számtalan jótékony akcióhoz csatlakozott az évek során, így ez alkalommal sem volt kérdése számukra, hogy a jó ügy mellé álljanak. Mi szeretünk jótékonykodni, szeretnénk csapatot építeni, egy családot, és úgy gondolom, ezekhoz hozzátartoznak ezek a dolgok. Mennyire volt nehéz összekovácsolni ezt a néhány véradót, egyáltalán hányan érkeznek a mai nap folyamán? Hát elvileg idáig 17-en jöttünk. Kicsit most azért sokkal nehezebb volt, mint a tavalyos ősszel. Reméljük, hogy legközelebb jobban fognak kedvet kapni, többen eljönnek. Nagyon sok embernek van, amit nem is gondolnák, hogy tetoválása van, ami versenyzőink között nagyon soknak volt valamilyen problémája. Így akik szerettek volna, se tud mindenki vért adni. A Magyar Vöröskereszt Győr Moson Sopron megyei szervezete országosan is kiemelkedő statisztikával büszkélkedhet, akik nélkül pedig igazán elképzelhetetlen a siker a sok-sok lelkiismeretes véradó. Naponta reggel 7 és délután 3:30 között a győri vérellátó központba várják azokat, akik szeretnének a jó ügy mellé állni és megmenteni legalább 3 életet. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Friss információkkal legközelebb, szerda este 7 órakor várjuk Önöket, itt a Győr Pluszon.